Az Ótestamentum. A forgatókönyvet írta Luciano Scaffa. Zenéjét szerezte Paolo Zavallone és Guido de Gaetano. Dávid király és Becsabé. Csöndet! Csöndet! Dávid, Isai fia. Immár 7 éve, hogy Saul halott. A törzsek vezetői és vénjei 7 éven át tanakodtak, ki legyen a király. Izrael legdicsőbb fiait megölték a filiszteusok és az amalekiták. Az isteni jelek alapján te vagy a királyunk. Ahogy írva vagyon. Mit mondanak Ruben fiai? Dávid a mi királyunk, Isai a fia. Mit mondanak Simeon fiai? Dávid a mi királyunk, Isai a fia. Mit mondanak Júda fiai? Dávid a mi királyunk, Isai a fia. Mit mondanak Iszakár fiai? Dávid a mi királyunk, Isai a fia. Mit mondanak Zebulon fiai? Dávid a mi királyunk, Isai a fia. Mit mondanak Benjamin fiai? Az ott lent a Jebuzeus király birodalma. Ott a völgyben pedig Jeruzsálem városa. Ezen a földön élt Ábrahám ősapánk, és ez itt Izrael földje. Az örökkévaló vezette Dávid királyt, és kezére adta Izrael ellenségeit, mivel Dávid mindig hűséges maradt hozzá. A jebuzita király hatalma megdönthetetlennek látszott, de Dávid kiváló hadvezér volt, és bízott az örökkévaló segítségében. Mintha a föld nyelte volna el őket, nyomuk sem látszik. Ez itt Jeruzsálem, avagy a bevehetetlen Sálem. Az izraeliek! Biztosan álmodtál, egy lélek sincs ott. Kereskedőkkel beszéltem ma, és ők nem osztják a véleményet.
Láttál valami mozgást odakinn? Semmi különöset, uram. Néhány zsidó jött csak a város felé. Hányan voltak, mondd? Körülbelül 100-an lehettek. Elbújtak, csak tippelni lehet. Több mint 100-at láttunk, uram. 100-an jöttek északról. Keletről legalább 100-an jöttek. Mi az északi úton járőröztünk, 30 zsidót számoltunk, nem sokára ide érnek. Úgy látszik, a kereskedők igazat mondtak. Uram, itt várok rá Cion kapujában. Az ég ura csapjon le haragjában Izrael ellenségére. Haragja legyen, mint a tüzes kard. Az egek ura mutassa meg nekik haragját. Az egek ura azt mondta, választottam magamnak királyt, és szent hegyemhez vezettem. Én vezetem őt a harcban. Itt várok rá Cion kapujában. Az egek ura csapjon le haragjában Izrael ellenségeire. Haragja legyen, mint a tüzes kard. Az egek ura mutassa meg nekik haragját. Ez itt Júda területe. Innen rátámadhatnak Benjaminra, Rubenra, Menachemre és Saul királyságának minden törzsére. Ha elfoglaljuk a város, többé nem fenyegetnék Izrael népét. Eddig minden támadásunkat visszaverték. A király tudja, hogy biztonságban van a világ legjobban őrzött városában. Ez így van, de Joáb kitalált egy jó cselt. Dávid király és a sereg nagy része lefoglalja a jebuzeusokat a városkapunál. Én meg 300 bátor önkéntessel végigmegyek a Kidron patak mentén. Ha elérjük a Gihon forrást, akkor épp a város közepébe juthatunk. Most túl messzire merészkedtél, Dávid. Meghalsz, mielőtt bemocskolnád isteneinket. Hallgass ide, király! Az egek ura azt mondta, én választottam királyt, én viszem őt a Szenthegyre, én vezetem fel őt a Cionra. Vagyok. Én vagyok az örökkévaló, a te istened, aki kivezet Egyiptomból. Ne legyenek idegen isteneid. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, akik a földön, az égben vagy a vizekben élnek. Ne borulj le előttük és ne szolgáld őket, mert ez parancsolja az örökkévaló. Hajítsátok ki! Az örökkévaló kezünkbe adta Jeruzsálemet. Az örökkévaló velünk volt, és mi egyesítettük Izrael törzseit. Izrael! A város, melyet az Úr nekünk adott, neveztessék Dávid városának. Dávid fogja vezetni Izrael összes törzsét most és mindörökké. Dávid az, akit az örökkévaló Sámuel által felkent Izrael királyává. Ő a mi győztes uralkodónk.
Az örökkévaló úr megjutalmaz hűségedért, Dávid, és áldása a királyságodon. De mégis van egy dolog, amely nyomja a szívemet. Elfoglaltam a birodalom fővárosát, építettem házat magamnak és gyermekeimnek, de még nem építettem fel a szentélyt a Frigyládának. Meg kell tennem, amit megfogadtam. Holnap reggelre hivatom az építészeket, és felépítetem a világ legszebb templomát az örökkévaló tiszteletére. Tedd meg, Dávid, amit a szíved diktál. Az örökkévaló veled volt, és veled is lesz mindörökké. Mit akarsz ilyen késői órában? Az úrnődet keresem. Mit akarsz tőlem? Mi dolgod van velem? Négy szem közt szeretnék veled beszélgetni. Bizalmas témáról van szó. Kérlek, küldd el a szolgálódat. Ki küldött ide hozzám? A király küldött hozzád. A király? Dávid, Izrael királya. Ismered ezt a pecsétet? Találkozni akar veled. A király Becsabé. Miért hívattál ide, uram? Mert megpillantottalak, amikor az udvarodban fürödtél. Ne! Nekem férjem van, ezt te is jól tudod. Édes hangja, uram, nem enyhíti kétségbeesésemet. Engem ezek után majd láncra verve fognak a vesztőhelyre vezetni. És aztán? Aztán pedig megköveznek. El tudod képzelni, ahogy engem végigvonszolnak Jeruzsálem utcáin? Miről beszélsz? Mi rémálmot láttál szerelmem? Ez nem rémálom. Ez egy édes álom. De azon álom, hogy gyermeket szüljek neked, az sosem válhat valóra. Ne aggódj, Becsabé, a király sosem fog téged elhagyni. Izrael törvénye hatalmasabb, mint a király. Mit fogok mondani, ha megkérdezik tőlem, hogy kitől van a gyermek? A férjem hamarosan megint háborúba megy. De Uria még veled fog állni, mielőtt elmegy. Nincs más választásod, tudod, hogy mit kell tenned. Igen, de mi van, ha nem akarja? Mi van, ha nem hál velem, mielőtt elmegy? Akkor kiderül az igazság, és senki sem véd meg a haragjától. Kezdhetjük, Érnak. Igen, uram. Joábnak, Izrael serege fővezérének. Eddig számtalan győzelmet arattál. Ezután is harcolni és győzni fogsz, mert az örökkévaló velünk van. Tudnod kell, hogy nagyra becsülöm a hettita Uriát, aki mellettünk áll. Az a kívánságom, hogy a következő ütközetben az első sorba állítsd, és amikor megkezdődik a harc, hagyjátok magára, hogy egyedül szálljon szembe az ellenséggel. Azt akarom, hogy egyedül hősi halált halljon. Megérdemli, hogy hősnek nevezzük. Nevét soha többé nem fogom említeni, és nekem se említse senki. Aláírás Dávid, Izrael királya. Ah!
Az örökkévaló segítségével legyőzted a jebuzeusok királyát, és elfoglaltad Jeruzsálemet. Idehoztad a Fridládát a törvénytáblákkal. Azóta is mindig legyőzted ellenségeidet. Kincstárad gazdagságát számba se lehet venni. Annyi szolgád és ágyasod van, ahányat csak akarsz. Vannak gyermekeid, számtalan gyermeked. Nincs semmi, amit irigyelhetnél a legyőzött királyoktól. Ez így igaz, próféta. Akkor miért fordultál szembe az örökkévalóval, aki feletted áll? Miért követted el a bűnt, mely most megmérgezi a szíved? Miről beszélsz, próféta? Mit akarsz mondani? Jól tudod, miről beszélek, Dávid. Az örökkévaló szégyenkezik miattad. Elég ebből a gyanúsítgatásból. Beszélj nyíltan, vagy pedig nem az örökkévaló, hanem a gonosz az, aki vádjával illeti a királyt. Ez szemtelenség, Nátán! Szemtelenség! Nem tűröm a szemtelenséget! Uria a hettita vérere átszáll, és Becsábé gyermeke bűnben fogant. Mit tudhatsz te, Nátán, a hettita Uria sorsáról? Telt múlt az idő. Becsábé megszülte Dávid fiát, de úgy tűnt, a gyermek nem akar élni. Óvjon meg az Isten, fiam! A gyermek haldoklik, uram, haldoklik a fiad! Könyörögj az életéért az örökkévalóhoz! Nem miattunk, hanem a gyermekért. Valld meg, hogy bűnt követtünk el, könyörögj, hogy bocsásson meg nekünk! Az nem igazság, hogy a gyermek bűnhődjön miattunk. Nem tudok mit tenni, Becsábé. Az örökkévaló haragszik rám. Már nem hallgat meg engem, és nem szól hozzám. De él még valaki Izrael földjén, akit meghallgat az örökkévaló, és aki szólhat hozzá az érdekünkben. Már is indulok hozzá. Nátán, én vétkeztem az Úr ellen. Bűnös vagyok. Sok könnyet kell hullatnod, fiam. De az örökkévaló meghallgatja könyörgésed és megbocsát neked. Menj meg Becsábé fiát, a fiamat! Becsábé újszülöttje gyenge, meg fog halni, mert az örökkévaló Isten így akarja. Vétkeztem az örökkévaló ellen, Becsábé ellen, a népem ellen. Mit akarsz tőlem, próféta? Minek jöttél hozzám? Az örökkévaló Isten akarata beteljesült. Ez azt jelenti, hogy meghalt a fiam. Igen, lelke megpihent. Most, hogy megbántad bűnödet, és az örökkévaló megbocsátott, mi lesz Becsábéval? Kérlek, segíts felállnom. Nem válaszoltál a kérdésemre. Mit szándékozol tenni? Feleségül fogom venni. Ő lesz az én királynőm. Másik gyermeket szül, és többé nem szenved hiány semmiben. Dávid visszatért Jeruzsálembe, onnan irányította királyságát, és az örökkévaló vele volt. De az Úr nem feledte a bűnét. Dávid nem építhette fel a szentélyt, ezt a kegyet csupán utódja érdemelte ki. Dávid egy szál karddal támadta csatában felsorakozott filiszteus sereg ellen, nem messze Joábtól, aki az izraeli seregeket vezette.
Azt akarom, hogy a filiszteus fővárost földig rombolják. Legyen áldott az örökkévaló, amiért Izraelnek megint van királya. Jaj, nekünk! Ez az első csoport a háremedbe kerül, uram. Csupa gazdag nő, ékszereik a kincstáradat gazdagítják. A második csoport a tisztjeidet illeti. Az örökkévaló kegyes volt hozzánk. Legyőztünk minden bálványimádó, hamis isteneket imádó népet. Ideje, hogy hazatérjünk, Joáb. Én arra a jutalomra vágyom, melyet az örökkévaló ígért nekünk. Én azt hittem, uram, a győzelem volt a jutalmunk. Hús és vér az a jutalom, melyre én vágyom. Magyar hangok. Pap János, Vas Gábor, Szűcs Sándor, Szokolai Ottó, Dévai Balázs, Kondra Irén, Csík Csaba Krisztián, Varga Tamás, Seder Gábor, Pullajtár Andrea, Janik László, Sági Tímea. Magyar szöveg Margit Tanóra, szerkesztő Barabás Klára, hangmérnök Balogh Balázs, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Tóth Flóra, szinkronrendező Tomasevics Zorka, produkciós vezető Milas Sinákos. A magyar változatot az MTVA megbízásából az Artin produkció készítette. A filmet rendezte Bong Ki-ung Ahn.